Ma reggel nagyon szomorúan ébredtem, mert alig hallottam madárdalt a házunk körül, és akkor kimentem a kertbe, akkor azt láttam, hogy rovarok tömege fekszik mindenütt. Este olyan 9 óra tájban egy ilyen füstködös autó járta be a falut, és ontotta magából ezt a kegyetlen hófehér ködöt, füstöt, ami így belette a tájat. Mindenki becsukott minden ajtót, ablakot, bevonultak az emberek a házba, de ezt nem mindenki tudja megtenni. Különösen nem a rovarok, nem a gerinctelenek, és az egyszerűbb gerincesek, mondjuk kétértőek, hüllők, halak. Ők ezt megkapják komoly dózisba, és nagy részük elpusztul menten. Tehát én poszméheket szedtem össze, szitakötőket, pókokat, fekete gyalogcincért, egy diófacincért, és gondolom szúnyog is volt közöttük, de ők olyan aprók, hogy őket nem találtam. Komoly kutatók végeztek nagyon alapos felméréseket, és kiderült, hogy ott, ahol nagyon-nagyon sok a szúnyog, tehát kvázi mondhatnánk, hogy indokolta a gyérítésük, ott 100 elpusztított élőlényre esik egy darab gyötrőszúnyog. Tehát a deltametrin egy olyan totális rovarirtószer, ami igazából nem csak a rovarokra, hanem nagyon sok egyéb élőlényre is hat, még ránk is, tehát a mi neuroendokrin rendszerünket tudja tastra vágni. De ahol sok a szúnyog, ott egy darab a 100-ból. Ahol kevés a szúnyog, és itt most nagyon kevés volt tegnap este, ott 1000 elpusztított élőlényre jut egy darab gyötrőszúnyog. 25 fok fölött 5 nap a fejlődése egy szúnyoglárvának. Tehát amíg a pettéből imágó lesz. 5 nap. De ha valaki tehányul kezeli mondjuk a téli gumikészletét és hagyja kinn az udvaron, vagy hagy kinn bármilyen fóliát, pillepalack, szemét, műanyag, bármi, azon van egy néhány deci víz, az már tökéletes szúnyogbölcső. Itt Dunaszigeten jellemzően a elhanyagolt ladikok ilyen szúnyogbölcsők, amelyekben összegyűlt esővíz, 50 akár 100 liter, azokból ezrével kelnek ki a lárvák. Ugyanígy gond lehet mondjuk egy nem kezelt kerti tó, amiben nincs csobogó, nincs benne vízmozgás, nincs benne hal, ugyanúgy gondot jelent, egy esővízgyűjtő ciszterna, amire nem tettek szúnyoghálót. Ez mind-mind-mind szúnyogbölcső, igazából ezzel kéne foglalkozzunk. A másik, hogyha már van szúnyog, akkor pedig úgy fölöltözni, mondjuk fölvenni egy hosszú ujjú inget este abban az egy órában, a napnyugta egy órájában, amikor ők rajzanak, hogy azzal lokálisan védjük magunkat, ablakra szúnyoghálót tegyünk, azon keresztül szellőztessünk. Tehát mindenre van mód, a legkevésbé jó megoldás, amit jelenleg alkalmazunk. Összefoglalva, egy elpusztított szúnyog 100 ártatlan rovaléletbe kerül, amelyek egy jó része szúnyogokkal táplálkozik. Tehát, hogy a kár az hatványozottan óriási, és ami a rájuk épülő táplálékhálózatokat illeti, madarakat, kétértőeket, ez végig söpör. Óriási a kár, és rajtunk múlik, hogy mit teszünk ezért. Álljunk ellen a kémiai szúnyogírtásnak, és tiltakozzunk az önkormányzatoknál.